Az első három meccsén a két vereség ellenére is meggyőző teljesítményt nyújtott a Kisvárda, így különösebb aggodalom nélkül fogadta az újonc a két győzelemmel érkező Siófokot. Az első gólig az első fél óra végéig kellett várni, Cseri találata viszont megérte a várakozást, a mezőny legjobbja látványos találattal juttatta vezetéshez a házigazdát. A 38. percben megduplázta előnyét a Várda, a mezőnyben rengeteget dolgozó Lázár szerezte a hazaiak második találatát. Mint később kiderült, ez volt a meccs utolsó gólja, mert bár a második félidőben is uralta a játékot a Kisvárda, többször már nem kellett maga mögé nyúlni a Bozsó kapusnak. Teljesen uraltuk ezt a meccset. Nyilván meglepett egy picit a Siófoknak az agresszivitása, azt tudtuk, hogy szervezettel játszanak, de az elején nekünk is kellett egy jó pár perc, mire fel tudtuk venni azt a kesztyűt, amit ők elénk dobtak. Én úgy gondolom, hogy sikerült, szép gólokat szereztünk, és egyáltalán nem forgott veszélybe az, hogy a csapat a mai napon nem tudja ezt a mérkőzést megnyerni. A vendégek edzője a vereség ellenére is a pozitívumokat keresett a csapat a játékában. Mi ház építés alatt vagyunk, pincében vagyunk ebben a pillanatban, dolgozunk nagyon sokat, hetedik hetet vagyunk együtt, stáb, tulajdonos együtt, játékosok, 46 játékos jött, ment 3 hét alatt, ameddig nem kiválasztottunk pont a bajnokság előtt. Szóval ez nagyon nagy melló, és amit mondtam, hogy nagyon sok fiatal játékos ebben a pillanatban szerepel, 18 évesek, 19, 20, 24, akinek nem volt eddig tapasztal, ilyen nagy tapasztal, hogy játszanak a profi bajnokságba. Valaki jött a megye egyebe, valaki NB3-ba, valaki utánpótlásból, és azért mondom ezt, mert hogy élmény ez, élmény pláne nekik, és új tapasztal, mert csak ilyen meccsek, ha tudunk játszani, ez fog segíteni nekik a jövőben, hogy ők is fejlődnek sokkal gyorsabban, jobban, okosabbak lesznek. A forduló további eredményei: Balmazújvárosvác 1-0, Csákvár-Szigetszentmiklós 2-3, Sopron-Mezőköves 0-0, Zalaegerszeg-Dunaújváros 4-0, Ajka-Gyirmót 0-3 és Szolnok-Budaörs 2-3. A tabella élén a 10 pontos Gyirmótál megelőzi az egyaránt 9 pontos Csákvárt és Szolnokot. A 6 pontos Kisvárda a 9. helyen várja a szombati soroksári vendégjátékát.